Szép jó napot kívánok! Önök az NX TV műsorát láthatják, méghozzá DTM Superliga versenyét Zandvoortból. Hát úgy esett, hogy jól esett, sajnálatos módon volt egy kis technikai problémánk, ezért live-ban nem tudtuk leadni a fergeteges futamot, de felvételről megismételjük. Nos, lássuk, hogy is állunk, ki hanyadik. Azt mondja, hogy Jaksi Gyula az első helyről indul. Második helyről Farkas Márton. Harmadik helyről Boró Krisztián. Negyedik helyről Súlyok Norbert. Kis Levente az ötödik. Kárász Rudolf a hatodik. Orbán Tamás a hetedik. Nyolcadik Csépő Máté. Sáflány István a 9., Pap Olivér a 10., László Falvi, Richard Ricsi a 11., tehát 11-en voltak a srácok. Ami a súlyokat illeti Zandvoortra, úgy néz ki, hogy Orbán Tamásnak volt 50 kg plusz súlya, Sáflány Istvánnak 40, Farkas Mártonnak 30, Cséplő Máténak 25, kis vagy Boró Krisztiánnak 20, Kárász Rudolfnak 15, és Súlyok Norbert se úszta meg súly nélkül, ő 10 kilogrammot kapott. Sajnos a pontállást azt nem... Ja, de... Igen, itt van a pontállás, azt mondja, hogy Orbán Tamás 129 pont, Sáflány István 116 pont, Farkas Márton 96, Csépő Máté 88, Boró Krisztián 84, Kárász Rudolf 84, Sőlyok Norbert 77, Kis Levente 71, Romvári Bálint 71, Fábri Zalán 70, Lőrinc Gábor 55, Demeter Ádám 46, Csetei János 27, Jaksi Gyula 25, Papulivér 24, Prémusz Abner 20, László Falvi Ricsi 17, az fiúk mindjárt felállnak a rajtrácsra teljes mértékben. Tart Tamás 13, de a srácok azonnal indulnak, úgyhogy inkább figyeljük, hogy mi történik a pályán. Így is van, elindultak a srácok, Jaksi Gyula az első helyen, lássuk a második helyen ki van. Súlyok Norbert elfordul szépen, közben őt Farkas Márton követi, ott hátul egy kis csetepati, kisebb ütközések, Kis Levente már a negyedik helyen, hátul kicsúszott valaki, mindjárt meg is tudjuk nézni. Igen, Kárász Rudolf, hátul még egy kis csetepati, Pippu Birdur. Viszonylag problémamentesen jöttek el, leszámítva azt az egy-két koccanást, ami történt. Hopp! Hoppá, elszólta magam Boró Krisztián keresztbe, és Kárász Rudolfot megütötte, akit meg Papp Olivér. Hát, kicsit agresszívek a srácok. Na, nézzünk előrébb. Abá, nem nézzünk előrébb, mert itt hátul akció van méghozzá. László Palinúi Ricsi és Ábrány István próbálják egymást legyűrni, ott elől egy elfékezést láthattunk, Boró Krisztián próbálja megelőzni Papp Olivért. Hát, hogy mi lesz ebből, azt még nem tudom, de tudhatnám, mert megnézhettem volna, de nem szoktam megnézni a visszajátszást. Pont azért, hogy appá! És Papp Olivér ráhúzta Borókra, és... nem igazán esett jól neki, mert majdnem kipördült. Hála Istennek ott volt a szalagkorlát. Na hát a Sáflány István próbálja megelőzni Boró Krisztián. Boró Krisztián, jó van, kérdeztem. Borók, nem Papp Olivért, elnézést, kicsit össze-vissza beszélek.
talán azért, mert még reggel van, és még a kávémat nem ittam meg. Na, tehát akkor összegezzük. Azt mondja, hogy Papu Olivért láthatjuk a képen, a rózsaszín gyönyörű BMW-vel, ami voltaképp egy Mercedes, de senkit ne zavartasson. Akit László Falvi Ricsi próbálna egy Audival megelőzni, de még előtte talán... Atya úristen, mi van itt? Kifékezés, szépen, ív... Hát abszolút nem azt az ívet használta a Ricsi, mint a többiek, de célszentesíti az eszközt és megelőzte szépen. Lássuk, hogy ez sikerül-e boróknak. Hoppá, kicsit kitessékeli, ott hátul, igen, Kárász Rudolfa történhetett valami, mert keresztbe állt a pályán, de hát ezt már nem fogjuk megtudni, mert visszajátszásból nem tudjuk visszavinni a képet. Lényeg, hogy Papu Olivér újból visszavette a 8. helyét, elég akciódus ez a három gyerek itten. Nos, hárman egymás mellett, lássuk, mi fog történni. Hát koccanások vannak Dögivel, úgyhogy majd aztán a szervizesek lesz a munkájuk, vagy a fröccsöntőknek lecserélni a műanyag alkatrészeket. A lényeg az, hogy Olivért mindketten megelőzték, és már Ricsi is elhúzott elég szépen. Ricsi előtt Boró Krisztián. Na jó, hát akkor szerintem nézzük meg, hogy mi történik ott elől. Sáfrán is van a 7. helyen. Orbán Tamás követi. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy Orbán Tamásnak 50 kg plusz súlya van. Nézzük csak meg Sáfránynak mennyi van. Azt mondja, Sáfránynak 40 kg. Elnézést. Sáfránynak 40 kg-ja van. Orbánhoz képest, tehát 10 kg. Mal könnyebb István, de úgy néz ki, hogy mégis sem nagyon tud. Na jó, elszóltam magam, itt már jobban tud rázárkózni, de azért majd marad az a kicsi hajszálnyi különbség közöttük. Előttük 5. helyen Farkas Márton van, a sárga ezúttal eltalálom BMW-vel. Hoppá, akit mindjárt a két túlsúlyos egyéniség mindjárt megelőz. Hopp, na, egy kis kocs, ez még belefér. Agresszívül, mint a kismalac. Na, és közben, ugye, mivel Orbán próbálja BMW-t megelőzni, ezért Sáplány István pedig Len megpróbálja Orbánt megelőzni. Nos, hát kortyoltam egy korty kávét, akkor nézzük tovább, ugye? Sáfrány, Orbán Farkas, elől harmadik helyen, előkelő helyen Csíkő Máté, és még előkelőbb helyen Kis Levente, a második helyen méghozzá. Lássuk ki az első. Hát az első nem más, mint Jaksi Gyula. Na, ha már végre valahára ide előre keveredtünk valahogy, akkor nézzük is meg, hogy kinek melyik volt a leggyorsabb köre. Most Gyula átmegy. Így van, tehát Jaksi Gyula az első helyen, 1.29.932. Ricsi úgy néz ki, már kiállt. Második helyen Kis Levi, 1.36.64 a legutolsó köre. Cséplő Máténak 1.29.974, és gyorsan kapcsoljunk hátra Farkas Mártonra, mert ott Orbán megpróbálja megelőzni, majdnem azt mondtam Orbán Peti, de nem, ő a testvér. Tehát Farkas Mártonnak 1.31.353, Orbán Peti, Tomi. Tehát Orbán Tamás az 5. helyen 1.31.091. Őt Sáfrány István zaklatja, aki úgy néz ki, hogy gyorsabb Orbánnal.
ő 1.35-45-tel száguldozik a pályán, és ez nem a végsebessége, hanem csak az ideje. De akkor maradjunk itt en Orbán Tamásnál, hogy lássuk, hogy meg tudja előzni, sikerül-e a túlsorús autót betenni a BMW elé, mellé, többek közé. Na jó, hát közé nem, de akkor az ütközés. És hát az ötödik körben vagyunk. És ha jól emlékszem, akkor mondom, hogy 33 körös volt a futam. Na és most szélárnyékot kapnak mind a ketten. És... Nem. De viszont, hoppá, István majdnem berakta ottan mellé, kicsit füvet is elkapta, rázófüvet, de úgy látszik, hogy nem tudta tartani az autót. Hát Márton Kám eléggé tartja azt a negyedik helyet. Bocs, meg kellett nézem. Öregszem, mint egy húgszem, és akkor már nem emlékszem. Na, hát akkor meséljünk tovább. Mi fog itt történni? Hát úgy néz ki, hogy itten nem igazán várható akció, menjünk egy kicsit előre. Elszóltam magam is már. István ki is próbált bújni. Próbáljunk meg egy onboardot, nem tudom, hogy mennyire lesz hatékony. Mondjuk nem onboard, csak az autó eleje, de pont most fog előzni István. Lássuk, nem. Külsőjében nem lehet előzni, viszont jön egy balkanyar. Mi? Ne? Nem jött össze. Na, most 5 volt, vagy csak? Nem lehet tudni. A lényeg, hogy itt vére menő harcok folynak, és nem tudnak gyűlőre jutni. Pedig Istvánnak 10 kg-mal könnyebb az autója, úgyhogy simán le tudnak pipálni az Orbán Tamás autóját, amit hogy megelőzni, ne gondoljatok rosszra, nem. Szégyel magát az, aki rosszra gondol. Én már szégyellem is magam. Ja, hát ennyit a 18-as karikáról. Úgyhogy karikázunk egy kicsivel hátrébb. Boró Krisztiánt átadjuk a 7. helyen. Igen, ott megálltunk Sártány Istvánnál, ugye 1.30-80 volt az utolsó köre. Hátrafelé megyünk. Boró Krisztián a 7. helyen 1.36-60. Nyolcadik helyen Kárász Rudolf 1.39-58. Eléggé hátra esett. Ugye ő volt az, aki meg volt kicsit, hogy is mondjam, hogy ne legyen sértő, szóval keresztbe állt az úton. Lássuk neki hány kilós büntetése van, Kárász Rudolf, neki van 15 kg büntetése, és a legutolsó köre 1.31-5.97. Sulyok Norbertet láthatjuk, 1.29.944-el a leggyorsabb ideje, legalábbis perpillanat, a legutolsó köre. És úgy emlékszem, hogy neki is van súlya, méghozzá, így van, méghozzá 10 kg. Úgyhogy súlyok nem úszta meg súlyok nélkül. Bocs, Norbi, muszáj volt, tudod. Na nézzük akkor Pap Olivier a 10. helyen, ezzel a helyes kis
rózsaszín autóval, ami nem más, mint egy Mercedes. Hát igen, bizonyára a szín miatt is ilyen lassú, mert a rózsaszín visszafogja az autó teljesítményét, meg nőiesen vezet. 1.34.7.23, és igen, jöhetnek a dislike-ok is a kommentek. Na jó, dislike-okat azért ne, de kommentbe írjátok le, hogy kinek mennyire tetszik ez a gyönyörű rózsaszín autó. Ja, hát nekem túl nőies a Mercedeshez képest, de hát kinek inge, akkor menjünk tovább. Hát úgy néz ki, hogy László Falvi Ricsi, aki nem összekeverendő, tehát aki nem összekeverendő a lovas Falvi Ricsivel, mert ő van László Falvi Ricsi, igaz, hogy István barátom le lovasfalvista, de az egy másik emberke, lovasfalvi, nem tudom pontosan, hogy hívják. Nem, az nem lovasfalvi, ez csak simán lovas, de mindegy, hosszú. Lényeg az, hogy Ricsi, Lászlófalvi is már kiesett, akkor visszaértünk, körbe mentünk, visszaértünk az első helyre, Jaksi Gyulához, aki töretlenül ezt a fehér Mercedes-t vezeti, és végre az első helyen van. Tizedik körben vagyunk, és ott hátul egy csetapatit láthatunk még hozzá, Kis Levente és Csíplő Máté próbálnak dűlőre jutni. Hát, igen. De közben ott hátrébb is volt valami. Így van, Farkas Márton és Orbán Tamás. Hát, igen, volt ott elég szép koc. Közben minden maradt a régibe, úgyhogy gyorsan menjünk vissza. Úgy néz ki, hogy Csípős előzte meg Levit. Csíplő Máté. Vissza Farkas Mártonra és Orbán Sáfrány hármasára. Itten Sáfrány István végre belső íven megpróbálja megelőzni, meg is előzte, beteszi az autót elibe. És megelőzte elibe. Rémes, mennyire rémes vagyok máma. De a lényegen semmi nem változtat. Sáplány István végre valahára meg tudta előzni a tizedik körben pontosan Orbán Tamást. Nos, ha már ilyen sikeresek voltak a srácok, akkor nézzük meg ott elő, mi történik. Csíplő Máté még mindig a harmadik helyen. Kis Levi a második helyen, ők vannak viszonylag közel. Jaksi Gyula még mindig az első. Hopp, és valaki jön be a boxba. Csíplő Máté a boxba. Az első gumicsele. Hoppá. Kezdenek kopni a gumik. Hát úgy néz ki, hogy a srácok annyira feltartották itt egymást, így ez a trió, ugye a három testnőr, hogy Boró Krisztián kezdi utolérni őket. Természetesen ez a gumikopás miatt is lehetséges, mert ők ugye szélárnyékban voltak, folyamatosan akadályozták, illetve túlterhelték a gumikat. Ennek köszönhetően belassultak, jócskán belassultak, durván 2 másodperce lassabbak, mint eddig voltak. Viszont jó hír Mártonnak, hogy Márton gyorsabb, mint az őt üldöző duó, méghozzá Sáfrány István és Orbán Tamás. Természetesen azért is, mert Istvánnak és Tamásnak ugye súly van az autójukon, és így jobban kopik az a gumit. Nos, hát a Kislevi még mindig a második. Lássuk, hogy hova jött vissza Csíplő Máté. Csíplő Máté, kérem szépen, az hetedik az. Az hetedik.
helyre, ami voltak éppen 8. hely. És mi történt? Szerintem stop and go-t kapott, vagy áthajtásos, és most is úgy néz ki, hogy túl gyorsan ment be. Igen, az áthajtásos, mert túl gyorsan ment be, vagy túl gyorsan jött ki. A lényegen semmi nem változtat, hogy lehetséges újból be fog menni, mert mint a kicsit túl gyorsan hajtott volna be. És ezzel a manőverével szerintem Máté el is rontotta a versenyét, mivel visszaesett a 9. helyre, és én megpróbálok nem kiszáradni, úgyhogy egy pár perces csend marad, míg kiszaladok vízért, és talán túlélem ezt a futamot. Már itt is vagyok, közben, hogyha bugyborékos hangot hallanak, semmi probléma, nem kell megérni, csak a mikrofon belesett a pohárba, úgyhogy jó, nem csak hülyéskedtem. Nos, hát itt láthatjuk a kedves liga vezetőt, kis Lementét, aki szerintem élete legjobb helyén van, méghozzá a második helyen, kicsit megcsúszott, nagyon erőlteti. Hopp, és itt újból egy csete, meg Pati, egy csete nélkül, Farkas Márton próbálja megelőzni István. Lássuk, mennyire sikeres számára ez az előzés. Fog-e sikerülni, vagy sem? Tizenharmadik körbe vagyunk. Lássuk, hogy Mártonnak szerencsét, vagy szerencsétlenséget jelent ez a 13-as szám. Egyenlőre úgy néz ki, hogy szerencsét hoz a 13-as szám, mivel tudja tartani az iramot Istvánnal. Hát tartani az iramot, hát igen, ha azt veszük, tudja tartani, de ha mást veszünk, akkor meg tudjuk nagyon jó, hogy Istvánnak súly van a ótójába, gondolom cementet belehoz, adja neki. A külső íve megpróbálja, de belső ívet azt nem engedi át Márton. Igen, szélárnyékban marad, féktávnál rajta marad, tapad. Áj, kicsit megcsúszott, vagy megpocantott, ezt már nem tudjuk meg. Közben ott hátul is megy a csetepati, mivel Boruk jócskán utól érte a bandát. De figyeljük ezt a kettest. Páros, elnézést. Mindegy, páros, kettes, ketten vannak. Lényegen semmi nem változtat. Jó, hát akkor most már el kéne dönteni, hogy külső vagy belső íven előzünk. Nézzük egy kis belsőt. De körülbelül így néz ki Istvánnak a tautó, nem így körülbelül, hanem pontosan így néz ki. Hát én így nem tudnék vezetni. Szinte semmit nem lehet látni a tájból, úgyhogy átváltunk egy másik képben, másik kamerával. Hát igen, ez a pálya, illetve az R-faktor azért nem egy iRacing stílus, tehát azért eléggé puritán azt kellene illetni, de viszont azért ahhoz képest, hogy 10-20 nem tudom hány éves játék az R-faktor 1, ahhoz képest még elég sokan játszák. Hopp, 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 hopp. Na, megelőzi. Nem.
És mint láthatjuk, ezt a pályát nem más, mint a DRF Liga használta, kölcsönözve legjobb esetben. Természetesen ingyen letölthető. Viszont akik figyelik az R-faktoros ligákat, azok észrevették, hogy például kokáért a PF1-el is beáll azok sorába, akik nyugdíjba teszik az R-faktor 1-et, méghozzá váltanak R-faktor 2-re, ha jól tudom, egy kis pletyka. Hát nem tudom, hogy lesz így leadva a PF1-el, mert igazság az, hogy nekem nincs meg az R-faktor 2, ami azt illeti, kedves kommentátortársamnak, Ricsinek sincs meg, sőt, még a hardware se. Oppá, és ott álltó baleset. Hatalmas baleset. Boró Krisztián, és ki volt? Olivier. Hát, ezzel elrontották szerintem a versenyüket. Szerintem ki is áll Boró Krisztián. Na, lássuk, menjünk tovább. Kis Levi most jött ki a boxból, a hetedik helyen van. Súlyok Norbert a hatodik helyen, Farkas Márton ötödik helyen. Úgy néz ki, hogy megszabadult az üldözőktől. Kárász Rudolf feljött a negyedik helyre. Kicsit össze van itt minden keverve, mert volt, aki volt boxba, volt, aki még nem volt boxba, volt, aki majd lesz boxba. Na mindegy. Orbán Tamás a második, és Jaksi Gyula töletlenül az első helyen száguld a fehér Mercedes-szel. Így van benne csík. Tehát fehér-piros csíkos Mercedes-szel. Na, visszatérve a PF1-hez, ugye mivel Ricsinek se hardverileg, se szoftverileg nem felel meg az R-faktor 2, magyarán mondva lefordítom, szar a gép és nincs pénz a R-faktor 2 megvásárlására, persze minek vegye meg az ember, hogyha épp hogy az R-faktor 1 elmegy, jó, bocsi Ricsi, na, úgyhogy nem tudjuk a folytatást az R-faktor 2-s sztorival, hogy mi lesz, hogy lesz, de nem kell búsulni, előbb-utóbb megoldódik. Remélhetőleg beleszerezve egy R-faktor, és ha más nem, akkor visszajátszásból megpróbáljuk leadni. Ugye számunkra az R-faktor 2 az teljesen új platform, szóval halványul a finom sincs, hogy milyen pluginok működnek rajta, hogy néznek ki az egész szeremuli, hogy működne, de majd meglátjuk. Hát ugye fejlődni kell. Próbálkozunk iRacing-gel egy évig, természetesen majd még további iRacing versenyek még majd lesznek, csak most per pillanat számítógép fejlesztésre kellett költsem azt az összeget, amit tehát valahol meg kell spórolni a dolgokat, úgyhogy új processzor érkezik, ha minden jó megy jövő hét elején, hogy beleszerelve, és akkor nagyobb teljesítménnyel jobb, és több dolgot tudunk majd mutatni. Na, de el is értünk egy olyan fázishoz, amikor, mint a nagyok, Jaksi Gyula bement első helyen a boxba, lecserélte a gumikat, és visszajött az első helyre. Igen, nézzük. Második helyen Orbán Tamás, és jön a trió. És ahogy látjuk, már ketten is kiálltak. Ketten kiestek. Orbán Tamás már cserélt is gumit. Második helyen, valami negyedik helyen Kárász Rudolf, akinek még nem cseréltek gumit. Sáfrány Istvánnak is cserélte gumit. És a gumicsele után előrébb tudtak jönni, tehát megelőzték Farkas Mártot mindketten.
Csépő Máté pedig nagy nehezen, de feljött a hatodik helyre, miután kapott egy box utca áthajtásos büntetést, és simán probléma mentesen megelőzte Sáplány István. Lássuk, hogy és hibázik, na, nem tűri össze, nem, hála Istennek, kicsit problémás volt a visszajövetel, de hála Istennek nem volt semmi. Jól látom, kis ilyen súlyok Norbert van a hetedik helyen, a hátra mögött, aki a hibáját kihasználván megpróbálja megelőzni. És megint arra frányarázó körre ráment, és megdugta az autót. De súlyok Norbert. Na és most belsőben beteszi az autót, ott tartja, célegyenes rávezető, lássuk, kinek jobb a kigyorsítása, ugye súlyoknak van 10 kg súlya, csíplőnek még, ha jól láttam, nincs. Ahhoz képest nem tudja megelőzni Csíplő Máté súlyok Norbertet. Dráma a pályán, kérem szépen, dráma a pályán, vagy nem is úgy kell mondani. Dráma a pályán! Na jó, nem utánzunk senkit. Nos, hát srácok, hogyha itt nem előztök, akkor menjünk innen el, mert a reklámért nem fizetnek. Igen, súlyok Norbi, Farkas Márton az ötödik helyen, és Norbert piszkálgatja hátulról. Hát, igen, itt se lesz semmi mostan. Akkor menjünk Sáplány Istvánhoz, Orbán Tamáshoz. Orbán Tamás feljött a harmadik helyre. Úgy néz ki, hogy ezek a gumikezek jól működnek. Logikus, zsírúj gumik. Nos, kis Levente még mindig tudja tartani a második helyét. Ugye tudjuk, hogy Levének most nincsen súly az autójába, sőt. Igen, most nézem a pontállást, illetve a súlyozást. Hát kis Levének épp hogy lemaradt a súlyozásról. Úgyhogy ő a 8. helyen áll a pont táblázaton, ha jól láttam, igen, 8. helyen, 71 ponttal, holtállásban Romvári Bálinttal, úgyhogy neki áll a Istennek nincsenek plusz kilói. Ami nem azt jelenti, Levikém, hogy nem kell fogyókúrázni. Úgyhogy fogyókúrázni mindig kell, mert a szalonától meghízol. Nos, hát akkor ez volt a napi beszólás kis Leventének. Nézzünk meg egy kört le.
És kis Lementivel láthatunk egy kört. Nézzünk körbe, hogy történt-e valahol valami, illetve mennyire vannak együtt srácok. Hát ahogy látom, Súlyok, Norbi, illetve Farkas Márton vannak legközelebb, de még előttük, illetve hátuknál Csépű Máté, illetve Kárász Rudolf. Ők is eléggé közel vannak, sőt annyira közel, hogy szerintem maradjunk is itt, mert itt előbb-utóbb lesz egy kis úgynevezett csetepaté, nem lett csetepaté, hanem sima előzés volt, szerintem inkább Csépű Máté elengedte. Sima eljátadás volt. Ennyi. De várjál csak. Igen. Jó. Sajnos itt nem látom a kijelzőmön azt, hogy egy körben vannak-e, vagy sem. De szerintem egy körben, ugyanabban a körben vannak. Na, mindegy, nézzük még hátrébb, mondom hátrébb, nem előre, hátrébb, Papolivér. Igen, Olivére volt a csetepati Buru Krisztiánnal. Nem tudom, mi lehetett ottan, sejtem, hogy Buruk egy kicsit elborult nála, valami lehetséges, és belehajtott Olivérbe, vagy pedig nem csak egy merő véletlenség. Ből fakadó baleset volt. Hú, ezt nagyon nem körülírtam, nem kellett volna, mindegy, hosszú volt. Nézzünk tovább, tehát Boró Krisztián ugye kiesett a boxban lévő baleset miatt, illetve nem tudom még miatt. László Favi Ricsit nem tudjuk pontosan, hogy mi készítette arra, hogy kiálljon, de kiállt, nem magáért, hanem kiállt a pályáról, befejezte a versenyét. 23. körben vagyunk, Jaksi Gyula vezet, a fehér, piros csíkos Mercedes-szel, és azt írja rendszám híján, hogy I love posta. Tehát szereti a postát. Igen, inkább erről nem mondok semmit. Az én korosztályom, ők tudják, hogy mit jelent, hogy szeretjük a postát. Fiatalabbak talán nem, de ez nem is ide tartozik. Nézzük a második helyen, kis Lemente töretlenül száguld a pályán. Remélhetőleg, és most nem az ördög beszél belőlem, Jaksi Gyula hibázik valahol, és végre hallhatunk egy kis Isten igazi magyar himnusz. Magyar himnusz, elnézést kérek, nem, székely himnusz. Úgyhogy megfogadtam, ha kis Levi győzni fog, bárhol, bármikor, akkor eléneklem a székely himnusz. Hát nem tanultam meg, szégyen, erdélyi vagyok, de nem tanultam a székely himnuszt, de nem baj, mert majd az aktuális résznél, majd valamikor ugye lekoppintjuk a YouTube-ról, kicsit haragudni fognak, értem, mert hogy YouTube majd biztos azt fogom mondani, ennyi, ezért bevételt nem kapsz, nem mint a többi videóért bevételt szereznénk. De hát ennyit megér. Nos, hát ennyit kis Leviről. Nézzünk, hát Réb Orbán Tamás a harmadik helyre tudta fölhozni a túlsúlyos Audiát. Audi? Igen. Ő szereti a postát. Úgy néz ki, hogy itt minden DTM autót a német postahivatal szponzorizál. Lássuk, így van, itt is, ez is szereti a BMW-vel. Méghozzá Sáfrány István a negyedik helyen. Ő is enyhén túlsúlyos, 40 kilóval, szinte elég szép helyen van. És a 25. körben járunk.
Farkas Márton, ő is szereti a postát, sőt annyira szereti a postát, illetve a csapatja, hogy a Deutsche postának a színeiben indult. Természetesen tudjuk, hogy az igazi DTM-ben is ilyen posta hivatal színű az autó. Na, mindegy. Menjünk tovább. Red Bull-os Carl Russell Rudolphoz, aki szintén szereti a postát. Ez a posta őrület a DTM-ben, szóval ez már szánalmas. Cséplő Máté is szereti a postát, aki a hetedik helyen van. Sólyok Norbert úgy néz ki, hogy nyolcadik helyre esett vissza. Red Bull színeiben száguldozik, és természetesen ő is szereti a postát. Ezt már nem lehetett kihagyni, és akkor végezetül, de nem utolsó sorban Papp Olivier, aki a gyönyörű rózsaszín Mercedes-szel próbálja pályán tartani az autót, ami elég nehézkes. Gondolom, hogy elkoptak a gumik már, vagy túlnyomja a gázt, de a lényegben semmi nem változtat, ő is szereti a postát. Nos, hát a többi kieső is gondolom szereti a postát, de most nem is az a fontos, jöjjünk Jaksi Gyulához. 26. körben még mindig ő vezet, úgy néz ki, hogy rajt célgyőzelme lesz. Hát akkor tisztelegjünk Jaksi Gyula előtt, persze nem az emléke előtt, mert még él. Igen, ez egy kicsit morbid humor volt, nézzük meg onboard, hogy közlekedik ő a pályán. Na, hol vagy? Nos, és vissza is értem, hogy beért már 27. kör, szerintem mindjárt be lesz fejezve a kör is. Szépen óvatosan veszi a kanyarokat. Fordult a célegyenesre, 27. kör, ha jól emlékszem, 33 körös, a 28. kör Jaksi Gyulát láthattuk onboardból. Akkor nézzünk hátrébb, ugye kis Levente második helyen, még mindig Orbán Tamás a harmadik helyen, de ha jól látom, ő már látja, hát még nem. Jobb, egy kis szélesítés. Azt hittem, hogy látja már kis Levit. Egy pillanatra voltak csak egy. Tehát csak egy pillanatra voltak egy képen. Lássuk át, hogy mi van. Sáfany István, negyedik helyen. Már se előtte, se mögötte.
Kicsit szétszóródott a banda. Kárász Rudolf, Detto, s előtte, sem mögötte. Farkas Márton, hopp, és ott hátul Csíplő egy hatalmasat fékezett. Csíplő száguldozik. Méghozzá szerintem vérszemet kapott, mert úgy néz ki, így is van. Maga előtt Farkas Mártont látja. És most az autónak a zajjára felszedett kamerát nézhetjük. Nos, és akkor ebből a képből meg is sérthetjük, hogy miért hibáznak annyit a srácok, mert gyorsan ment. Ez logikus. Itt egy kis sikán, nem tudom a nevét, de nem számít. Azt számít, hogy egyre közelebb és közelebb van. Közben a billentyűzetem elkezdett vándorolni, úgyhogy vissza kellett fognom. És már a célegyenes követő első kanyarban vagyunk. Máté egyre közelebb van Mártonhoz. A két M összecsapását láthatjuk rövidesen. Márton és Máté. Hú. Itt mozog az autó. Igen, hát azért a grafika az még kíván a némi változtatás, de természetesen az autóknak a kinézete, illetve a grafikai megjelenés az szándékosan volt ennyire lebutítva, mert azért elfaktor egyértőbbnyire az játszanak, akiknek kicsit rosszabb a gépük, illetve a helyeskitek. Tehát sok olyan illető van, akinek rossz a gépe, és elfattul egyen játszik. Még ugyanazt mondtam, de mindegy. Lényeg a lényeg, hogy sok ember nem bírja a gépe. Még az elfattul egyet se. Mert szerintem kivesészük 30. kör. Ha jól emlékszem, még akkor 3 körünk van, amiben Csíprű Máté nem biztos, hogy meg fogja tudni előzni Farkas Mártont. És mintha felhősödne, vagy sötétedik. Egyre konturosabbak az árnyékok, úgyhogy lehetséges, hogy megy le a nap. A mai nap. Nem, valami nem oké. Csíprű Máté a 6. Ó, Farkas Márton a 8. Ez most hogy van? Mikor hibázott? Hoppika. Akkor itten valami össze volt zavarodva. Igen, mert... Nem, most újból. No, erre várjatok gombot. Az előbb, mint láthattátok, 6. volt Csíprű Máté, most hirtelen 7. lett. Igen, kicsit összezavarodott a rendszer, néz ki, de helyreállt. Nos, ami biztos, hogy Kárász Rudolf az 5., Sáfrány István a 4., Orbán Peti, nem, Tamás, bocsi, Tami. Tehát Orbán Tamás a 3., Kis Levente a 2., és egyre közelebb van Jaksi Gyulához, aki vezeti a futamot. Tehát, hogyha Levi ennyire vérszagot érez, akkor lehetséges, hogy meg tudja előzni. Ennyi.
kis izgalom. Sikerül-e Levinek megelőzni? Sikerül-e Levinek megelőzni Gyulát? Igen vagy sem. 32. körben vagyunk, az utolsó előtti kör, ha jól számolom, illetve az utolsó. Lássuk, Gyulának kibírja Kumi, vagy spórolnia kell. De úgy látom, a, igen, elég szépen füstölősre lett a dolgokat. Levente. Hopp, kicsit lecsúszik, de meg tudta fogni az autót. Nézzük külső szemszögből, már sötétedik a pályán. Aztán konkrétan látszik, hogy enyhén sötétebb van. Hát, hogyha LFM plugin volna a módba, akkor azt mondanám, hogy a felhők miatt jön az eső. És közben kis Levit Orbán Tamás, ezúttal végre ki tudtam mondani, Orbán Tamás követi, de elég szépen lemaradt. Na és itt mi történik? Gyula behúzódik belső évre, próbálja védni a belső évet. Na jó, mondjuk azt, hogy megelőzte, jó? Mondjuk azt. Igen, Gyulának kisebb problémái voltak, mert a Hold oldaláról, a Marsról jött szél, a szemébe fújta a port, és ezáltal nem látta azt, hogy Levi mellette van. Igen, de ez az utolsó kör. Lényeg a lényeg, hogy végre megadatott Lepinek is, hogy első helyen végezzen. Igen, hát ez egy taktikai húzás pont azért, mert ugye így Levi következő futamra fog kapni súlyt, mert ő volt az utolsó, aki még nem kapott súlyt, és Gyulának még súly nélkül fog menni. De nem, bocsánat, Gyulának 10 kg súlya van. De lehet, hogy rosszat nézek megint, nem, az Norbi. Mindegy. Lényeg, kis Levente, első hely. Gratulálunk, nem sokára jön majd a székely himnusz. Második helyen Jaksi Gyula. Harmadik helyen Orbán Tamás. Negyedik helyen Sáfrány István. Ötödik helyen Kárász Rudolf. Hatodik helyen Farkas Márton. Hetedik helyen Súlyok Norbert, aki még nem ért be, de megvárjuk, hogy beérjen, nehogy ügetlen. Bármilyen probléma történhet, és meg is előzhetik. Már a célegyenesben van. És most ment át, tehát 7. helyen Súlyok Norbert, 8. helyen Cséplő Máté. Ugye hibázott a boxban, áthajtásos kapott, és sajnos csak a 8. helyre tudta behozni az autót. Papulivér, ahogy látjuk, végül csak sikerült összetörtnie ezt a gyönyörű rózsaszín Mercedes-t. Ő a 9. helyre hozta be az autót. Boró Krisztián 10, Ricsi, Lovas Falvi Ricsi 11. Ők sajnálatos módon kiestek. De a lényeg,
Kis Levente végre valahára megkaparinthatta Zandvoortban az első helyet. Gratulálunk neki, és nem sokára jön a székely himnusz. Én Létai Attila voltam, köszönöm szépen a figyelmet, következünk a Nos, akkor a következő futamon találkozunk, sziasztok!